megállapítom, hogy a képviselőtestület határozat képes a megválasztott 9 főből 5-en jelen vagyunk. A májusi rendkívüli testületi ülésen többek között a pályázatok benyújtásáról döntött a jelenlévő 5 képviselő. A top pályázatok kapcsán a képviselőtestület már elvi döntéseket hozott. Most a végleges döntések meghozatalára került sor. Így döntöttünk arról, hogy az általános iskola energetikai korszerűsítésehez kapcsolódóan újabb forrást rendel a befejezéshez. Itt menet közben kiderült, hogy a hátsó bejárati kaput egy másik helyszínen kell megvalósítani. Ez tervben így nem szerepelt, így ez mint egy 1,2 millió forintos saját forrás biztosítunk, hogy megfelelő műszaki tartalommal és az általunk elképzelt helyen tudjon megvalósulni egy új bejárati kapu. Az általános iskola épületében működő konyha felújítására benyújtjuk a pályázatot. A pályázat keretében mintegy 272 millió forint összegű pályázati csomagot állítottunk össze. Ennek durván 80%-át költjük majd ténylegesen építési feladatokra, ahol megújul a villamos hálózata a konyhának, megújul a gépészete, elsősorban a légtechnikája, hogy megfelelő páraelszívást, illetve megfelelő hőmérsékletet tudjunk tartani a konyhában. Konyha technológiát fogunk felújítani teljes egészében, és hát némi építészeti munkát is fogunk elvégezni. A pályázat benyújtása az június első napjában meg is fog történni. Arról is döntött a képviselőtestület, hogy az idősek nappali ellátásának épületére is benyújtjuk a pályázatot. Itt a pályázatból elnyerhető összeg az 400 millió forint. Itt mintegy 260 millió forint összeget fogunk első ütemben reményeink szerint erre az épületre költeni, hiszen a bekerülési költsége az sokkal magasabb, mint amit egy pályázati ütemben el lehet nyerni, ezért két ütemben fogjuk benyújtani, a második ütem mintegy 270 millió forint összegű pályázati főösszeget fog jelenteni, és így tud esetlegesen megvalósulni az elképzelés, amiben döntött a képviselőtestület, hogy megmarad a főépület, az egy teljes felújításon esik át, és két épületszárny hozzáépítésével tudjuk a 30 fő napelellátás és a 10 fő demens ellátás biztosítani reményeink szerint pályázati forrásból az elkövetkező időszakban. Útfelújítási pályázat beadásáról is döntöttek. Az önkormányzat 3 tendert nyújt be a közeljövőben. Az első pályázatunk az a Bezerédi utca felújításáról fog szólni, a második pályázatunk az Olimpia Orbán utca felújításáról, míg a harmadik pályázatunk az Lajvér településen belüli útfelújításokról. Az első esetben mintegy 80 millió forintos pályázati keretösszegben, a második esetben 180 millió forint, míg a harmadik esetben mintegy 40 millió forintos keretösszegben kívánunk pályázatot benyújtani, és reményeink szerint sikeresen tudunk majd ebben lobbizni, hogy eredményesek is tudjunk lenni. A hamarosan aktuálissá váló szúnyoggyérítéssel is tárgyaltak. Mivel településünk nem esik bele az országos szúnyoggyérítési programba, így nekünk saját forrás kell biztosítani, mintegy 1,2 millió forintot biztosít majd erre a képviselőtestület, és ebből két alkalommal tudunk földi szúnyoggyérítést végezni a település teljes területén. A piac felújításának projektje is előre haladt, hiszen a közbeszerzési eljárás már lezárult. A képviselőtestület megnevezte és meghatározta a szakemberek jogi és műszaki véleményezés után, hogy ki az, aki ezt a kivitelezést majd elvégezheti. Szembesülnünk kellett azzal, hogy a rendelkezésre álló források nem elegendőek a legjobb ajánlattevő kifizetéséhez, mintegy 38 millió forint többletforrásra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a beruházást be tudjuk fejezni. Ebből a városnak a már korábban megítélt mintegy 20,5 millió forint saját forrásához újabb 8,5 millió forint saját forrás kellene vállalnia, míg a felmaradó 38 millió forintból felmaradó mintegy 29,5 millió forintra pedig kérvényt fogunk benyújtani az irányító hatósághoz, hogy támogatás kiegészítéssel segítsék, hogy ez a projekt az eredeti műszaki tartalommal meg tudjon valósulni. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül beadott pályázatok elbírálása még a nyáron várható.